se talált, majdnem pontosan álcsúcsra. Ács. Na, kemény volt ez a balkezes, nem tűnt olyan veszélyesnek, amikor elindította, egy elég válból ütött ütés volt, viszont abból a reakcióból, ahogy a kongói fiú ezt lereagálta, azonnal látszott, hogy érzékenyen érintette a dolog, úgyhogy nem számított rá, hogy válból is ilyen keményet lehet ütni. És hát az eddigiek alapján mégiscsak hatott az edzői szózat ott a sarokban, mert fogni eddig nem fogott Manazia. Viszont megint megpróbálja ezeket a nekiszaladásokat, és közben közvetlenül előtte majdnem ki is hullanak a ringbe, úgyhogy majdnem kénytelen voltam csatlakozni itt a mérkőzéshez, mert akkora vehemenciával ugrik neki az ellenfelének, hogy tulajdonképpen abszolút elveszte a kontrollt, tehát egész egyszer nem tudja, hogy hol vannak a ring határai, és csak arra figyel, arra az egy kiütési pontra, amit megcéloz. Ezek megint csak ilyen válból indított ütések voltak, tehát nem tűntek különösebben kemények, de vagy nagyon keményeket üt Ács, vagy nagyon rosszul reagálja le ezeket Manazia, mert nem bírja az ütés, mert gyakorlatilag annyiszor pislog bele az ütésbe, és hát ugye a profiknál ez tudva levő, hogy ez az egyik alapvető dolog, amit megtanítanak nekik, hogy akárhogy is érinti őket egy ütés, soha ne pislogjanak bele, mert ha becsukják a szemüket, akkor gyakorlatilag azzal felkínálják magukat célpontként, és amikor éppen egy kombináció közepén tart az ellenfél, akkor ez nem egy szerencsés dolog. Negyedik menetben és az utolsó fél perchez érkezünk. Vitathatatlanul ez volt eddig Ács legjobb menete. És amennyire Manazia zavarba tudta hozni a meccs elén, meg most, annyira nem igazán sikeresek ezek az akciók. Mert továbbra is benne van, azt kell, hogy mondjam, továbbra is benne van a veszély azért ezekben a támadásokban, mert még Ács még mindig megteszi néha neki azt a szívességet, hogy nem hajol el, hanem egyenes gerincel, és nagyon gyakran egyenes vonal mentén hátra mozogva várja, és így aztán a kezére játszik az ellenfélnek. Ettől függetlenül, ettől az egy ütéstől függetlenül, viszont ez a menet ez egyértelműen Ács Józsié volt, úgyhogy most már eléggé egyértelműen ő az, aki ezt a mérkőzést kontrollálja, irányítja, és hogyha csak nagyon meg nem emberi magát Manazia, akkor a hátralevő két menet az most már mindenképpen, hogy magas kongói fiúé kell, hogy legyen, hogy legalább döntetlen neki hozhassa a meccset. Közben Manazia edzőjét hallhatjuk, hogy szép lazán, de tusakodja. Ez az ötödik? Most a hatodik. Hatodik? Igen, most a hatodik. Okay. Kicsit félrevezeti az edzője Manazia. Ez az ötödik menet. Szóval kicsit elszámolták magukat. Némi zavart látok a kongói fiú arcán, aztán végül is nyugtázta, hogy ez nem az utolsó menet még, mert még mindig csak az ötödikben járunk. Azt kell mondjam, hogy a meccsnek nem tett jót, viszont Manazia esélyének jobbat tett az, amikor fogott, illetve dulakodott, mert ugyan értékelhető találatot nem bit be, de legalább nem is kapott, úgyhogy legalább nem játszott az ellenfél kezére. Közben itt a kép sarkában Manazia edzőjét láthatjuk, hogy éppen megpróbál. Éppen arra biztatja a tanítványát, hogy próbáljon ezekre a lerohanásos taktikára építeni. Amiben azért tegyük hozzá, még mindig, még így a meccs vége fele is még megvannak azok a veszélyforrások Ás számára. Tehát itt ez például tipikus példája volt annak, hogy mi az, ami miatt veszélyesek ezek, és abban a pillanatban, hogy előre szalad Manazia, ez annyira ilyen sündisznó taktikával próbál védekezni Ács, hogy gyakorlatilag elfelejt kimozogni, és hát ugye abban a pillanatban, ahogy elkezd egy egyenes vonalon hátrafele menni, onnantól kezdve gyakorlatilag sebesség hátrányban, illetve lendület hátrányban van a folyamatosan előre jövő, illetve ütéssel
előre jövő ellenféle szemben. Úgyhogy ha nem küszöböli ki ezt a védekezéséből ezt a hiányosságot, akkor ez egy manezéne rutinosabb, bunyós esetleg kihasználhatja. De hát ne legyünk nagyon szigorúak még Ács Józsival, ugyanis az első profi mérkőzésen van elég dolog, amire figyelnie kell. Szép volt ez a jobb kezes, kicsit készületlenül érte megint a kongói fiút. Nagyon benézi ezeket a hátsó kezes ütéseket Manazia, pedig nem nagyon készíti őket elő Ács, és ahhoz képest, hogy mennyire mozgékonynak tud mutatkozni Manazia, gyakorlatilag mint egy ledermed ezeknek a nem igazán túl kombinatív támadásoknak a láttán, úgyhogy egy-egybe át. A kezdeményezés, és tulajdonképpen most a saját csapdájába esett bele Manazia, mert most ő volt az, aki simán hátra mozgott, és nagyon meglepte, amikor az által eddig sikerre alkalmazott taktikát most viszont látta Ács részéről. Hát szerintem ez a menet is elment, úgyhogy már Manazia számára, úgyhogy az utolsó menetben most már csak valami nagyon drámai nem történik. Itt látszik nagyon jól a lassításon, hogy abban a pillanatban, hogy megindul Manazia, elkezd hátrálni Ács, és tulajdonképpen ezzel egy az egyben át is adja a terepet ellenfelének, és hát egész egyszerűen képtelen meglenni ezek nélkül a motivációk nélkül. Legalább menetenként egyszer meg kell, hogy emelje, mint valami rituálé az ellenfelét Manazia, úgyhogy... Hát... Érdekes lesz látni, mennyiben lesz más az utolsó menet, mint az eddigiek. Szerintem semennyire, ha csak más nem csinál Manazia, mert az eddigi események, azok leginkább Ács Malmára hajtották a vizet, úgyhogy neki különösebben nem kell változtatni az eddigi dolgokon, ha csak nem a védekezésén. Szépen ütött közben most az előre mozgó Manazia lendületébe, csínbe ütött Ács Józsi, és szépen meg is állította ezzel az ellenfelé. Gyakorlatilag ez is lehet egy hatékony fegyver, illetve egy hatékony ellenszere ennek a rohamoknak, amiket a kongói bunyós produkál, mert abban a pillanatban, ahogy ebbe az előre mozgásba belever egyet Ács. Tehát nem feltétlenül kell, hogy elmozogjon, csak verjen bele egyet, abban a pillanatban megtörik a lendület, és onnantól kezdve már nem csinál azt, amit akar. Van azért, mert abban a ütés zuhatagban. Közben egy pontot levontak most, jól látok, fejelésért Manaziától, aki ezzel egészen biztosan masszív pont hátrányba került, úgyhogy ha nem üti ki Ács Józsit, akkor ez a mérkőzés, ez mindenképpen a magyar, egy magyar származású fiúé lesz. És szépen hajolt el a felé küldött jab elől Ács Józsi. Kicsit szétesett, úgy érzem, fejben most Manazia, és nem tud már olyan dolgokat kitalálni, amivel legalább egy kicsit is meglephetné az ellenfelét, és hát ahogy nő az ő tanástalansága, úgy nő Ácsnak az önbizalma, aki most már figyel arra, hogy kibújjon, és nagyon kemény két jobb egyenes, talán nem is emlékszem, már percek óta ez volt a leglátványosabb megmozdulása, úgyhogy megpróbálja nyomatékosítani a győzelmét, ami azért egyébként sem fogott beszélben helyezésem szerint. Manazia, illetve Box mutatja, hogy micsoda méltánytalanság érte, de azt hiszem, hogy elsősorban magának köszönhető, illetve kontrollálatlanul jött előre, hogy
tulajdonképpen csak egy kicsit kellett kimozogni, ez a löknyire rajta Ácsnak, még mindig valamilyen szinten a szabályosság határain belül mozog, hogy abban a pillanatban. És utána megtalál, hogy megharapja őt Ács Józsi, így jelezte elsősorban a nézőknek, mert azért de azt hiszem, hogy most már ez inkább egy olyan mutatvány, ami ha semmi másra nem volt, arra igen, egy pár másodpercet vásárolja neki. De ezek a másodpercek is már különösebb a felső, nem bének a végkimenete szempontjából, ha csak be nem szerint végzetesítésnek. Jó, hát véget ért a hatodik menet is, és ezzel a mérkőzésnek a végére értünk. Különösebben nem hiszem, hogy kérdéses lenne győztes személye, de azért várjuk meg, hogy hogyan néz ki a pontozás. Oké. Magarop. Mutatja a vélt harapás helyét. Nézzük ezt a lassítást. Én nem láttam, megmondom őszintén. Szerintem, hát nehezen tudom elképzelni, hogy megharaptam. Piros sarokban Ács József, Magyarország! Hát reklamár van azért, de hát szerintem ezt ő sem gondolja komolyan, teljesen megérdemelte győzött első debütáló mérkőzésén Ács József, és hát ezzel tulajdonképpen makulátlan a mérlegen. Egy mérkőzés, egy győzelem. És van azért, kifütyüli a közönség, és hát hogy is mondjam csak, senki nem érdemli meg, hogy kifütyüli, én sem éreztem jogosnak azt, hogy reklamál a végkimenetelt illetően. És ismételten hatmenetes összecsapásban lesz majd a részük. Szólítom a...